Balázs, ötödik lettél az előfutamban, akkor egy picit volt miért izgulni, hiszen csak az első hat jutott tovább, viszont a középfutamban meg lett az A-döntőt érő helyezés. Mi volt a gond az első pályánál? Hú, hát ez így történt, az első az nem volt olyan tökéletes pálya. Ebben benne voltál egy betegség is, amivel még egy-két hete küzdöttem, mert így nem tudtam nagyon hajtani az edzéseken, meg hát nem volt 100%-os a felkészülése miatt, így kellett egy pálya, hogy így újra így belejöjjek a formába. Ezért akkor kiégett a tüdőm is a végén, szóval így másodikra már sokkal jobb volt emiatt. Mennyire vagy egyébként elégedett az első gyorsasági világbajnokságotnak a hangulatával? Hangulatával teljesen elégedett vagyok, tényleg olyan, amire számítottam, meg így, igen, nagyjából ennyi. Ugye, te egy magas nyurga fiú vagy, nem annyira egyelőre még kenus alkat. Honnan veszed azt a rengeteg erőt, amit a vízen ki tudsz fejteni? Hát igazából az állóképességem viszonylag az erősebb, hát tényleg nem az izomzatom. Igazából ezért rajtban mindig lemaradok, és szóval arról szól az 1000 méter, hogy mennyire tudok feljönni állóképességleg a többiekhez. Mit vársz magadtól a szombati döntőben? Hát alapból az elképzelésem az a top 9 volt, ami most sikerült, tehát igazából minden helyezés ajándék most már nekem.